Kívülről csendes volt az országos kórházi főigazgatóság épülete pénteken, januártól azonban lázas munka folyhat majd itt, legalábbis az egészségügyi reform javaslat végleges változata alapján. Eszerint 2028-ig megszüntetnék az 1200 főnél kisebb házi orvosi praxisokat, a körzethatárokról pedig az országos kórházi főigazgatóság dönthetne. Emellett egyetlen állami, a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft.-re bíznák a laborvizsgálatokat, ennek a cégnek a székhelye pedig szintén itt található. A törvény a béreket is átalakítaná. Az alap- és középfokú végzettségűek számára átlagosan 32%-os, míg diplomásoknak átlagosan 55%-os emelést javasolnak. A centrumkórházak emellett szabadon vezényelhetnék a dolgozókat, a béreket pedig teljesítménytől tennék függővé, így akár 20%-kal is csökkenhet az ápolók és orvosok bére. A tervezet emellett tartalmazza azt is, hogy a tartós ápolásra szorulók ellátását és az ehhez tartozó infrastruktúrát átadnák a szociális szférának, az orvosi ügyelet megszervezését pedig az országos mentőszolgálatra bíznák. Kunec Zsombor pedig már itt is van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Jó reggelt kívánok. A nagy egészről kérdezem először, aztán lemegyünk a részletében. Hát önmagában mit szól a tényhez, hogy az egészségügyi reformjára készül gyakorlatilag a kormány, és hogy azért elég sok változtatást eszközölnének. Az elhangzottak alapján, meg az önbirtokában lévő információk alapján ez azért egy üdvözítő ténynek mondható, vagy aggodalomra ad okot? Ez komoly aggodalomra ad okot. Ugye ezzel már foglalkozott a szakma, meg én is foglalkoztam vele már több héttel ezelőtt a blogomban, hiszen már kiderültek részletek a Medical Online-on, illetve más sajtóorgánumban, aztán a Népszavában is. Számos probléma van ezzel az egész anyaggal. Összességében az a gond, hogy nem gondolkodnak pénzben. Tehát úgy próbálnak egészségügyi átalakítást végrehajtani, hogy értékelhető mennyiségű pénzben nem gondolkodnak. Tehát a szakápolói béremelés a 130 milliárdban, jövőre 130 milliárd forintban határozzák meg, ami egy olyan bruttó, tehát munkáltatói járulékokkal együtt 120 ezer forintos fejenkénti, hogyha leosztom fejenkénti bérnövekvényt érne, tehát ez is már önmagában problémás. De én most áttérnék arra, ami tényleg húsba vágóan és nagyon-nagyon keményen fog érinteni a lakosságot. És most csak menjünk a szociális szféra fele, hiszen ezen kívül az egész kórház struktúra átalakítás az, hogy kórházat nem zárnak be, komolyan aggályos. Szóval a szociális szférában tegnap írtam erről egy anyagot. Itt két törvény fog összeérni. Az egyik törvény az ugye a szociális törvény, amely az eddig az állam felelősségét hátrasorolja, és az egyén, illetve a család felelősségét veszi elő. A másik pedig pontosan ez az átalakítás, amikor a krónikus ápolási szakellátást igényelő betegeket áttolnak a szociális szférában. Nem véletlen, hogy a szombathelyi megyés püspök már kiabál, hogy üljenek le tárgyalni, hiszen a szociális hálózat erre nem felkészült. Ez azt fogja jelenteni, hogy első körben betegeket löknek ki ugyanúgy a rendszerből, hogy ezt megtették a szégyenletes ágyfelszabadításnál, a Kásleri szégyenletes ágyfelszabadításnál. A második probléma az, hogy ez a rendszer így nem tud működni, és most még csak a beteg és a hozzátartozó oldaláról nézzük, és utána nézzük az egész rendszer oldalán. Ugyanis nem felkészült a szociális szféra erre, nem tudja ellátni. Ez azt fogja jelenteni, hogy hozzátartozóknak választaniuk kell, hogy dolgozni mennek, jövedelmük lesz, eltartják a családjukat, vagy pedig otthon ápolják az ápolásra szoruló hozzátartozójukat. Én nem tartom azt, és ez nagyon, nagyon kemény döntéseket fog hozni, hogyha ez így lesz. Én nem tartom azt abszolút elképzelhetetlennek, hogy valahogy családtagok bármilyen értelemben is a hozzátartozótól valahogy meg fognak szabadulni. Az egyik út az a kórház, az egyik út az a kórházba utalás, tehát azt fogják tenni, ami most is történik egyébként, mi ezt még régóta úgy hívjuk mentőszakmában, hogy suvatiti szakuta,
beutalják a kórházba valahogy valamilyen úton a beteget, ezzel a kórházban, és most nézzük akkor rendszer szinten, ezzel a kórházban a betegek az ott lévő akut ellátásával a betegek is hátrányt szenvednek, hiszen eltömődik maga a rendszer, tele lesz olyan beteggel az aktív osztály, aki nem odavaló. Egyébként ez most is így van, mert most is elégtelen a kapacitás, és elégtelen az ellátás arra, hogy... Tehát magyarán, ami centralizálást a kormány eszközölni szeretne, az gyakorlatilag egy sokkal rosszabb irány. Ez nem centralizálás, amiről most beszélünk. Tehát az a tömörítés... Ez a megszabadulás egy feladat körtől. Uh-huh. Tehát az egészségügyi kormányzat, mint a forró kurumpit, dobálja a szociális ellátást, és nem akar ezzel foglalkozni. Át akarja adni ennek az egész nyűgét problémáját a szociális hálózatnak, ami egy külön fejezett költségvetési tétel, ebben benne vannak egyházak, ebben benne vannak karitatív szervezetek, ebben benne van maga állami ellátás is. Világos legyen, a Gizella elfekvőt kőbányán, ami itt van nem messze, a Gizella elfekvőt kőbányán ezentúl nem az egészségügyi kormányzat, hanem a szociális, erre kijelölt szociális, az nem tudjuk, hogy hol van, mert ugye a doktor belügyminiszter tábornok alatt van az egész rendszer. Ez nem az egészségügyi államtitkárság, hanem a szociális államtitkárság fogja átvenni, és ő fogja üzemeltetni. Ez azért rossz, mert lemond az egészségügyi államtitkárság a kontrolljáról ennek a szférának, ami azt jelent, ami kontrollja azért nagyon fontos, mert hogyha ez nem működik, akkor az akut ellátás sem fog működni. Most magyaráztam el, megszabadul a beteg, megpróbálja beutalni a beteget, akut ellátásba föl fogják először venni, megpróbálják vizsgálgatni, és nem tudja hova kiküldeni, nem tudja hova hazaküldeni, nem tudja hova átküldeni, ezért az aktív ágyon az a beteg fekszik, akinek nem ott a helye, még egyébként a bejövő infarktusos beteget meg nem tudja hova lefektetni. Értem az ellátási problémákat, illetve azt, ami helyzetet most felvázolt, és mindeközben ugye ott a másik oldal, ami az orvosokat és ápolókat érint, ugye jelentős részét a törvénymódosításnak és a javaslatnak, ez is kiteszi, és a mi bejátszunk is erről szólt, hogy mindeközben pedig az orvosokat ugye teljesítménybérhez szeretné majd kötni a kormány, mely teljesítménybér kérdője, hogy egyáltalán hogyan mérhető, mi lesz egyáltalán ennek a mérőszáma, a ledolgozott órák, a napok, az életben maradottak, most elnézést kérek a drasztikus megfogalmazásért, tehát hogy erről például mit gondol? Teljesen jogos a kérdése, először a teljesítmény mér vagy a minőség biztosítási rendszert kellene bevezetni az egészségügybe, és utána lehet ezt megcsinálni. Egyébként azt nem tartom ördögtől való dolognak, hogy az egészségügyben is teljesítmény alapú legyen akár a dolgozók finanszírozása, vagy legyen teljesítménymérés, vagy legyen bármiféle. De akkor például ő mit látna reális mérőszámnak, hogy a teljesítmény. Én a következőt gondolom, tehát nem itt kell megfogni elsősorban a dolgot, és akkor megint visszatérünk az anyagra, hogy ugye itt a kórház átalakítása az a kezdet, hogy kórházat nem zár be. Azt mindannyian látjuk, hogy ennyi kórházat nem lehet fenntartani. Képtelenség szakdolgozóval, orvossal, ápolóval fenntartani. Tehát valahogy össze kell sűríteni ezt a humán erőforrást valamilyen szinten. Ők úgy gondolkodnak, hogy ez megyei szinten fog létrejönni, tehát a megyei kórház lesz az, aki majd főleg irányítja a térségnek az egészségügyi ellátását. De hát nézzünk körbe. Szolnokon hány ellátás hiányzik? Nem tudnak szülni, nem tudnak. Beszéltünk már itt is szülésekről, persze. Igen. Ugyanez Győrben, ott tart a rendszer, hogy egy 1-2-3 milliós lélegeztető gép miatt nem tudnak csecsemőket, vagy nem tudnak 25 kg alatti gyerekeket ellátni, lélegeztetni, mert nincs ilyen készülékük, mert elromlott, és képtelen a kórházvezetés akár kölcsönkérni, akár beszerezni. Szóval nem működik a megyei ellátós, nagyon kicsi. Sokkal inkább kellene ezt a kontrollt régiós szintre kiterjeszteni, és emellé egy régiós ellátásszervezőt létrehozni. És ez az ellátásszervező kell, hogy legyen az, aki a minőség, tehát az orvosi tevékenység minőségbiztosítása az országos, tehát az egységesnek kell lenni mindenhol. De ha hiányoznak intézmények, kórházak, orvosok és ápolók, akkor függetlenül attól, hogy... Kórházak vannak túl, sok is. Sok is, csak nincs benne dolgozó, van, ezek szerint egészségügyi rendben. Kórházunk van. Akkor egy még nagyobb szervezet, vagy nagyobb területet lefedő szervezet hogyan tudna jobban gazdálkodni? Pont ezt akarom elmondani. Tehát ez a régiós ellátásszervező lenne az, aki összefogja a régiónak az ellátását, tehát az alapellátástól kezdve a szakellátásig és a kórházi ellátásig. Ez azt jelenti, hogy ő azt mondja, hogy kérem szépen, ebben a régióban van nekünk 10 kórházunk, de csak 5-re van szükség. Tehát ebből a
másik ötöt vagy bezárom, vagy átalakítom, és itt jönne a ápolási rehabilitációs osztályá, hiszen azt tudom, hogy abból hiány van, mert most jelenleg az aktív ágyakon is egy csomó olyan beteg fekszik, akit nem tud a rendszer hova kiadni. Hudat úr, ne haragudjon, hogy a gondolatba bele kell vágnom, de elfogytak a percék, viszont azt hiszem, hogy fogunk még a témában beszélgetni. Köszönöm. Elég sok kérdést vetve. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm.